Na sziasztok, gyönyörű napsütéses szombatunk van, végre szabad vagyok, viszont a mai napom ez kicsit húzós lesz, mert egész héten elég nagy hajtásban voltam, van egy új kollégám, akit nekem kell tréningeljek, és itt semmire nincsen időm, úgyhogy a mai napra marad gyakorlatilag minden. Holnap megyünk Cardiffba egy éjszakára, és Gabi még egy pár héttel ezelőtt lefoglalt egy utazást, csak hogy kicsit kiszakadjunk Londonból, meg ugye múlt héten volt a szülinapom, és akkor ez egy ilyen utószülinapi ajándék lenne. Úgyhogy most megyek éppen a Westfieldbe, mert nincsen papucsom, mivel ez egy ilyen beltéri spa lesz, ahova megyünk. Tavaly nyáron otthon hagytam Magyarországon az egyetlen papucsomat, ami ilyen helyekre alkalmas lenne, úgyhogy most gyorsan eljöttem ide a tőlünk negyed órára található bevásárlóközpontba, vagyis még éppen úton vagyok oda. Bevásárolok, nagyon sok minden nem kell, hogy vegyek, csak egy papucsot, de azért vannak vásárlással problémáim, néha belefér egy kis impulzus vásárlás. Na mindegy, szóval azt megcsinálom, mai napra még a terv az, hogy végre hajat tudjak most, mert a héten csak egyszer sikerült, annyira kimerültem az elmúlt pár napban ebbe az állandó angol beszédbe reggeltől estig, és ugye elég sok a meló, mivel most minden rám szakadt a munkahelyem, úgyhogy még közben meg is kell tanítsak valakit arra, hogy mit miért csinálok, azért az most elég kemény volt, úgyhogy tényleg semmire nem volt időm, körmet kell felsek, önbarnítózni, ilyen nagyon nagy problémáim vannak mára is, de szeretnék mindent úgy megcsinálni, hogyha visszajövünk onnan hétfő este, akkor kedden reggel tudjak menni dolgozni, úgy, mintha mi sem történt volna. Jó idő van nagyon. Tegnap 17 fok volt, most már 20 fok van. Én pedig egy kicsit túlöltöztem erre az időre. Úgyhogy még mostom is kell, meg minden. Az előbb ugye megfőztem a nyokkit, és hát kicsivel többet ettem, mint kellett volna, és elájultam körülbelül egy másfél-két órára. Most van este 6, még semmit nem csináltam abból, amit szerettem volna ma. Hazudok, egy adagot már kimostam. Viszont most, ahogy így kiraktam mindent, kicsit aggódom, hogy nem fog beférni abba a kis táskába, amit terveztem. Ráadásul Gabi elvitte magával dolgozni, úgyhogy meg sem tudom nézni, hogy mi fér bele. De megmutatom, hogy mik azok a dolgok, amiket viszek magammal. Ja, még közben eszembe jutott, hogy ma meg kell írjak egy beadandót. Mert nem lesz időm rá jövő héten szerdáig, csak ma. Úgyhogy még sűrűbb az estém, mint ahogy terveztem. Na mindegy, megoldom, nem probléma. Megmutatom, hogy mik azok a dolgok, amiket magammal szoktam vinni majdnem minden utazásnál. Ugye általában nagyon gondosan megtervezem, hogy mit mivel fogok viselni, mert nem szeretem a váratlan helyzeteket. Inkább viszek magammal több kiegészítőt és könnyen variálható darabokat, de hogyha néztétek a videómat az alapdarabokról, akkor tudjátok, hogy azért egy egész jól működő ruhatáram van, úgyhogy megmutatom, hogy mit terveltem ki. Szóval ez most tényleg így egy kicsit soknak tűnik, mert ezt a táskát, ezt a cipőt, meg ezt a papucsot is be kell, hogy rakjam majd. De majd mindjárt szétszelektálom, hogy mik azok, amiket első nap, amiben utazok, meg mi az, amit majd egy másik táskában az edzős táska mellett fogok még magamra aggatni. Másik, hogyha általában medencébe megyek, akkor mindig elhagyom az ékszereimet, viszont nagyon szeretek fürdőruhához ékszert viselni, úgyhogy nálam az... Persze,
Csak nyugodtan. Szóval nálam az nem opció, hogy nincs rajta ékszer fürdőruhával, ezért inkább csak bizsút fogok magammal vinni, amit nem sajnálok, hogyha elhagyok. Ezeket mindig itthon hagyom, hogyha úszni megyek, vagy szaunába, vagy valami olyan helyre, ahol leeshet rólam. Meg a legfontosabb, hogy gyűrűdésmentes ruhákat vigyek magammal. Sajnos Rózsika most nem fog beleférni a csomagba. Arra gondoltam, hogy az alapszett, amit viselni fogok, az farmer és fehér felső, ehhez passzol az a cipő, illetve hogyha reggel holnap hűvös lesz, felveszem a bőrkabátot, hogyha pedig meggondolnám magam, akkor pedig nálam lesz egy kardigán, vagy holnap azt veszem fel, nem tudom. Szóval le is veszem azokat a dolgokat innen, amiket holnap viselni fogok. Mivel utazni fogok, valószínűleg gyűrődni fog, és mielőtt odaérünk, nem szeretnék úgy kinézni, mint akit a tehén szájából vettek ki, úgyhogy valószínűleg a trikót veszem fel, ezeket az ékszereket, még a melltartót is félreteszem, egy bugyit, egy maszkot, igen, egy pár zoknit, és a cipőt. Szóval a holnapi ruhám az megvan. Rózsi, mit csinálsz? Hál' Istennek, egyébként ez nem olyan sok, ez simán be fog férni, nem kell pánikoljak. És ami az izgalmasabb szerintem ebből az egészből az az, hogy mi az, amit szépségápolást terén viszek magammal. Hát, amit nem hagyhatok itthon semmiképp, az ez. A bazinagy krém, sajnos. Mivel úszni fogunk, ezért az én bőröm tuti, hogy elkezd majd buziskodni, és muszáj lesz majd valami jó zsíros testápolót használni, és általában a hotelek ebben sajnos nem a legjobbak, hogy mindig ilyen túlillatosított dolgok vannak. Ezt nagyon szereti az ekcémás bőröm, rohadtul zsíros, nagyon szépen hidratál, de rá is van írva, hogy száraz és ekcémára hajlamos bőrre való. És akkor megmutatom, hogy mik azok a smink cuccok, amik jönnek velem. Holnap utazáshoz annyira nem fogok nagyon sminkelni, mert teljesen felesleges, viszont meg kell tervezzem a sminkemet előre, hogy mik azok a dolgok, amiket vigyek magammal. És ehhez a ruhához nekem van egy kedvenc rúzsom, méghozzá ez a Bourjois, nem tudom milyen árnyalatú, ötös árnyalatú rúzsa, és a hozzávaló ajakceruza, úgyhogy ez az, amit viszek hozzá. Na szóval, mindig, amikor megyek valahol, nagyon fontos, hogy vigyem magammal a megszokott hidratálókat. Nagyon fontos dolgok, az arclemosóm az külön érkezik, mert úgy gondolom, hogy inkább veszek abból egy kisebb utazós változatot majd valamikor reggel. Viszem az alapozót, Face and Body-t, most a Botanix-nak a termékeit használgatom az elmúlt hetekben újra, és vettem egy ilyen cannabis sativa magolajas szérumot, illetve egy ilyen fényesebb illuminátor, nem tudom, hidratálót, ezt a kettőt használom mostanában, és a bőröm az nagyon hálás érte. Úgyhogy ezek nagyon fontosak. Hogyha más nem is vinnék, csak ezeket már akkor jól lennék. Alapozó, viszem a kis kedvenc palettámat. Ugye előre meg szoktam tervezni mindig a sminket ilyenkor, és mivel alapból ehhez a ruhához általában azt a rúzs szoktam viselni, ezért elég lesz hozzá egy cicás tusvonal, úgyhogy nem kell túlzásba essek a sminkeléssel sem, nem kell somó mindent elvigyek magammal. Bronzosító, viszek néhány ecsetet, egy a púderhez, egy a bronzosítóhoz, maga az áttetsző púder, egy lapos ferdecset, egy nagyobb árnyékoló ecset a szemöldökömhöz, a szemöldök ceruza, kétféle korrektort viszek, az egyik az világosabb, ez inkább arra való, hogy a highlight zónákban használjam, ez pedig arra, hogyha valami pattanásom kijön, akkor ez az alapozómmal majdnem megegyező árnyalatú. Kettőféle szemhétús, az egyik a MAC, a MAC-nek a Brush Blackie, a másik pedig egy Kat Von D tattoo, nem tudom mi a neve, már lekopott róla, mert nagyon szeretem. Tattoo liner a szem. Ezt a kettőt viszem, mert hogyha könnyezik a szemem, akkor ez a brush stroke ez nem mindig működik, hogyha nem könnyezik, akkor pedig a... Tehát hogyha nem könnyezik, akkor a brush blacket, a brush stroke-ot használom, hogyha pedig könnyezik, akkor a Kat Von D-jét használom. Egy vízálló szempillaspirál, illetve nappali rúzsnak a MAC-től a Whirl. Ez ilyen színű, ilyen természetesebb árnyalat.
viszem még a parfümömet, egy hajkefét, hajgumit, és néhány vattakorongot. Ezen kívül, hogyha Rózsi kedves felkelne, akkor még itt van a pizsama, néhány bugyi zokni, papucs, fürdőruha. Úristen, amúgy nagyon durva, megvettem életem első tangás fürdőruháját. Én nem voltam még ilyen bátor soha, de úgy gondoltam, hogy basszus, most már megvan hozzá az önbizalmam, most már 31 éves is elmúltam, úgyhogy nem érdekel senki és semmi. Úgyhogy Rózsikám, elkezdjünk hajtogatni? Jó, elkezdünk hajtogatni. Úgyhogy gyorsan most összepakolok és megmutatom, hogy mennyire tudom ezeket összezsúfolni. Költözésben már elég rutinos vagyok, úgyhogy mutatok nektek egy pró tippet, ami nekem mindig beválik. Ugye nagyon szeretem az ilyen struktúráltabb kis táskákat, amik nem csak ilyen kis nyeglék, viszont ezeket azért elég nehéz úgy bepakolni, hogy ne veszítsék el a formájukat. Én általában nem beszoktam betenni az ékszereket, illetve bugyikat, zoknikat, hogy szépen mindentől távol legyenek. Elnézést, hölgyem! És akkor megtartja a formáját még akkor is, hogyha egy zsúfoltabb, nagyobb táskába beleteszem. Úgyhogy viszek magammal magas sarkút, akkor ugyanígy ki szoktam tömni valamivel, de nyilván nem fehér neművel, hanem valami olyannal, ami annyira nem kényes, maximum zoknikkal, jelen esetben a fürdőruhával. Jól vagy? Jól vagy? Aj, nem hagy békén, nagyon aranyos. De úgy nagyjából ennyi a cucc, egy közepes méretű Adidas táskába simán be fog férni, hála a jó Istennek. Kamera a nyakamban lesz, úgy döntöttem, ide még a parfümet kell berakni. Következő dolog, amit szeretnék megcsinálni, mielőtt nekiállok írni a beadandómat, az az, hogy kiteregetem a fehér posást, berakom a feketét, mert kedden, hogyha elkezdek dolgozni, akkor nem lesz ruhám, nem lesz időm semmire. Aztán utána kilakkozom a körmeimet, önbarnítózok, és vacsorára megírom a beadandómat. Úgyhogy ez a terv még a továbbiakban. Illetve, hogy kisasszony szeretgessem. Rózsi sír, most kelt fel. Én közben pedig teljesen szétnulláztam az agyamat, lenulláztam teljesen, megírtam a beadandómat, itt van végre elkészült, úgyhogy most már jöhet a jól megérdemelt pihenés, most már csak az utolsó, végső editet várjuk a vágótól, hogy kész legyen a kis film, és ezt csütörtökön be is fogom tudni adni, úgyhogy az én részem kész van, hála a jó Istennek. Egy óriási kő leesett a szívemről, mert még hogyha késünk is a filmmel, én megtettem, amit az én részemről meg lehetett. Még mindig bent van egyébként egy adag ruha a mosásban, de mint látjátok, még mindig nem önbarnítóztam. Na gyere! Na szóval, úgyhogy most már fókuszálhatok magamra és a pihenésre, meg Rózsikára, meg a pakolásra, meg az utazásra, úgyhogy tök jó, mert végre ezt a következő két napot akkor kielvezhetem rendesen, és videózhatok, ehetek, ihatok, pihenhetek, úszhatok nyugodtan. Ez eddig egy nagyon kemény szemeszter volt, eddig ez volt a legnehezebb, mégpedig azért, mert nagyon sokat kellett a munkahelyemen legyek, és sajnos nem volt időm a sulira annyira, amennyire szerettem volna. Hadd üljek vissza! Úgyhogy ez így most eléggé kemény volt. És nem is tudom, vannak emberek, akik nem csak részmunkaidőben dolgoznak, amikor iskolában vannak. Nekem szerencsém van, hogy a főnökeim megengedik, hogy ilyenkor, amikor sulizok, akkor ne kelljen túlóráznom. De mindjárt vége van, a héten vége lesz, hála a jó Istennek, már nagyon rám fér a pihenés, ami csak annyit jelent, hogy hetente mindössze 40 órát dolgozom, és ez óriási felüdülés lesz. Úgyhogy most még gyorsan elpakolászok, meg hajat mosok, meg hasonlók, és utána már tényleg csak
pihenni kell. De köszönöm szépen, hogy velem vagytok, meg hogy nézitek a rendkívül izgalmas életemről készült vlogokat. Köszönöm a rengeteg puszit Rózsi nevében, meg a simogatást, mert mindegyiket, még mindig felolvasok neki minden kedves kommentet. És tényleg nagyon-nagyon jól esik, hogy ennyien itt vagytok. Pusztillak benneteket. Sziasztok!